van, srácok, hogy miért vagyok most itt, egy az oka. Megmutam az összes játékot, és bár egész évben, a sudiban is arra vágytam, hogy nyári szünet legyen, rohadtul unatkozok. Hát nemrég, kinek még nemrég, volt apával egy olyan videónk, egy olyan kihívásunk, úgymond, hogy 4-4 helyzetet például, amit én csinálok, azt apának le kellett utánoznia, és amit apa csinál, azt nekem kellett leutánoznia. Anya, tanulok! Majd ki kutálja édesapjának, kis barátja, akire mindig számít, kis barátja. Gyere, látod ezt? Látod? Na most, hát apáik nyilván nincsenek itthon, aki követ minket, az köztudottan tudja, hogy apáik most külföldön húzzák a gázt. Arra gondoltam, hogy most én és Leo fogunk versenyezni 4-4 olyan idegesítő helyzetben, amit például Leo-t idegesíti. Magyarul van bennem 4 olyan idegesítő dolog, amit Leo idegesíti, neki ezt meg a csen, és ti, mint zsűrik, el fogjátok dönteni az Instagram oldalunkon, hogy ki volt a jó. Erre gondoltam, Leo nyilván erre egy szót sem tud, szóval el kéne menni neki szólni. Nem tudom, mit csinál, lehet itthon sincsen, mert én igazából egész nap játszottam, de már kiöregettem, vagyis hát nem is kiöregettem, de rohadtul meguntam már. Na, és akkor, ne úrra szobájába, fel is érünk. Villantól a lula. Na mi van? Miket csinálsz itt? Hát kipróbáltam, minek? Kipróbáltam itt a szememnél egy ilyen új Uram, dolgot, atyám. Kiúsztam a vízvonalamat, ez lehet, hogy így jobb. Te mikbe vagy? Mi ez a kis cicás kendi a fejeden? Uram, atyám. Inkább te mikbe vagy? Hát én mikbe vagyok? Kérlek szépen, én abban vagyok, hogy tudod, apával nemrég volt ez a challenge-es videónk, amikor leutánoztuk egymást, meg ilyenek. Igen. És ott te voltál a zsűri, jól emlékszel, gondolom. Igen. Na most, akkor. Meg kéne nekünk ugyanezt csinálni, csak apáik ugye nincsenek itthon, ezért te és én fogunk versenyezni, és a nézők lesznek a zsűrik, jó? Ezt mikor találtad ki? Egész nap a szobádba ültél. Hát volt idő, mint mondod, egész nap a szobámba ültem, unatkoztam, azt elkezdtem én nekem gondolkodni, mit szólsz? Úgy se csinálsz semmit, csak sminkeld a fejedet. Hát jó, tőlem. Talál ki 4-4 olyan helyzetet, ami bennem idegesítő, én is kitalálok 4-4, ami bennem idegesítő, és le kell utánozni. 10 percet most ez nem olyan nehéz, elég sok dolog van, ami idegesítő. Jó, hát igazából 5 perc is elég lenne, de mindegy. Jaj, azt megnézzük a végén, hogy ki fog szívni. Ha nézzük el eddig, akkor utána mi lesz? Nem tudom, a következő videó arról fog szólni, és 24 óráig a csicskám lesz, mert én fogok nyerni. Majd te leszel az én csicskám. Csicskó. 20 perc ülök itt nagyjából a székbe, a gyerek el van spónolva, sehol senki igazából, azt mondta neki 5 perc is elég lesz. Ehelyett tudjátok mi van? Semmi, nagy lófos, igazából itt tudok benne a szobába, arra várok, hogy végre bejöjjön, szép már volt, itt is van, olyan kitalált két most dolgot is. Most találtam ki négy dolgot. Mi segíts? Még meg kellett fejeznem a sminkemet, meg minden. Ó, Isten, nézel ki, mi az a smink már itt rajtad, Istenem? Én csak kipróbáltam. És kipróbáltam. Te még ilyeneket találsz ki, hogy játsszuk el egymást. Én kitaláltam négy dolgot, és te kitaláltál négy dolgot? Én kitaláltam négy dolgot. 500-as elvileg elég volt, 4-20 volt, de mindegy, kőpapírrollóval döntsük el, hogy ki fogja kezdeni, oké? Kőpapírrolló. Tesó. Hát ezt én kezdtem, úgyhogy induljon a játék, készülj fel. Amúgy kifordítva van rajtad a pomoló. Cseréld ki, addig én előkészítem a terepet, jó? Te nagyon látom, hogy nagyon játszottál ma. Ne, Normi, mit csinálsz? Megyek előre! Futok! De nem fog meghalni, hát nem érted? Most ledobtam ezt a cuccot. Vaj, beszorultam ide! Te vagy a szar! Te vagy a szar! Én sokkal jobb vagyok, mint te, soha nem játszok akkor veled többet. Fú! Nem hiszem el! Engedjetek már ki! Fú, nem játszok többet! Nem játszok többet! Ó, lányoknak annyira fog tetszeni az új sminkem. Ó, de jó! Olyan jó, hogy lehúztam anyáról 60 milliót ezekre az új sminket cuccokra. Ah, menni kell egy újat, az már nem jó, de még ez kibírja. Ó, tényleg, Szent Pilla göndörítő. Ó, Úristen, baby boys. A Lashimashi, a kedvencem, a Princess Lashimashi.
Ez pont jó. Elrontott az ég! Ilyet nem szoktam csinálni egyáltalán amúgy. Atyám, már békén! Kérd már ki az Normál! Nem fog többször szólni, jó? Adjál már! Nem hiszem már el, tényleg. Fú, akkor felkelek. Felkelek a... Hozd már nekem valami nadrágot! Nincs itt semmilyen ruhám, inkább visszafézzek. Ó, az új ruhám. Nem nagyon fog tetszni a fiúknak. Szerintem ezt, hogyha hidegebb lesz, elvisszük. Ezt meg elvisszük, mert oda kell adnom egy lánynak. Nem, inkább nem. Nem vagyok elégedett magammal. Le kell fogynom. 20 kiló vagyok vasárgyal, de le kell fogynom. Nem bírom ezt. Nem fognak elfogadni a csajok a buliba. Szerintem így mehetünk is a buliba. Simi. Elindulunk! Sziasztok! Azt tudom, hogy bekendőrödött a hajam. Nagyon durva. Ú, tesó. Tesó, majd szólok is most a spanoknak, mert mindent, és akkor küldök nekik egy képet. Á, nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon göndör lett. Úgy be kell vizetni, hogy felállítjuk. Á, nagyon menő. Nagyon jó. Ez, majd megyünk BP, tesókkal, meg minden. Nagyon komoly lesz. Nagyon komoly lesz. Nagyon jó lesz. Tesó, ez tesó, olyan göndör lett, ki is teszem Insta sztoriba. Lefotózom magam így hátulról. Így. Azt a... Á, tesó, ez nagyon extra. Nagyon menő. Nagyon jó. Oh. That's so good. Na, szia, Viki! Itt vagy! Képzeld el, ma este olyat fogunk bulizni, hogy ilyenben még sosem volt részed. Ah, oh, bejött a Füsti Laura is! A Füsti Pecske! Lányok, akkor mondom a tervet. Tudjátok, van a Christopher. Na, akkor elmegyünk együtt bulizni a srácokkal. Én, hát nem is tudom, szerintem a legújabb Dior Gucci Louis Vuitton szempel és Pride von Fagnon az arcomra. Nagyon jó lesz. Lányok, öltözzetek ki, mert egyszerre fogunk több legyet ütni. Jó, mindenki felpikápolunk a buliban, és akkor találkozunk 4:30-kor a ZP-ben. Puszi! Alig várom ezt a bulit. Nem is bírok állni. Hát nem tudom, tesó, most fellők szintén egy live-ot. Sziasztok, skacok! Sziasztok! Á, csá, tesó! Csá, Márk, tesóm! Szia, hogy vagytok? Hát, tesó, nem tudom, kivültem most ide a napra, nagyon meleg van, meg mindent, mentem egy pár kört itt az udvaron, ezzel a nagy iszével, ezzel a quaddal. Most fogom apának a motorját, és így belőnünk, minden nagyon komoly. Most van egy ilyen szemüvegem is, szerintem az amúgy... Szerintem ez amúgy rohadt jól áll nekem, de mindegy. Tesó, szerintem mindjárt megmutatom nektek apám motorját is, mert tesó, nagyon durva. Tesó, amúgy nagyon menő itt van. Így, itt ki van támaszva, minden nagyon durva. És itt tesóim, sem tudom, unatkoztam meg minden, úgyhogy fejlődtem ezt a live-ot. Tök durva itt minden. Visszaülök, aztán még megyek pár kört, meg ilyenek. Akkor csak ennyi volt szerintem a live, minden nagyon durva. Nagyon, nagyon durva. Úgyhogy igen, szerintem most ennyi lesz ez live. Na, cső, tesóim, majd még este is live-olunk, meg mindig csak most megyünk a spanokkal játszani, meg ilyenek, úgyhogy puszi, tesóim, csók. Na, csinálod a képeket? Nézd meg, szerintem jók lettek. Úristen, milyen dagadt vagyok. Nem. Ezt nem bírom elhinni. Hey!
Nem bírom. Na jó. Egészen edzeni fogok, nem bulizok, nem fogok semmi édességet enni, le fog fogyni. Hát én nem bírom! Hát nem lehet édességet, hát dagad vagyok, 200 kilós telepint vadállat, dinnyefejű elefánt vagyok. Szerinted, hogy jól nézek ki? Igen, nagyon szép vagy. Hazudsz! Töpedi töp töp töp. Nem hiszem el, hát, hogy... Jó lett? Nagyon jó lett. De mit? Ne tém már szét a szét. Hát tényleg már szét. Dehogy én. Ez nem ilyen szokott lenni. Mit tőm? Jaj! 10 percet fog elkezdeni. Muszáj, nem csinálni.